Üdvözlöm Önöket! Ebben a kis videóban be szeretném mutatni, hogy melyek a jó termőrügyek szerintem. Mielőtt el nem kezdeném, meg szeretném köszönni minden előfizetőnek, aki előfizetett a kis csatornámra, így segítik a munkámat. Megmondtam, hogy itten mindig egyre jobb videók lesznek, egyre több info. A doktor úr is mellénk állt, és fog nekünk segíteni minden kérdésben. Ma tudtam beszélni egyenesen a gyártóval, hogy lássuk, mi lesz ezzel az abominnal, páran kérték. Egy nagyon jó árat sikerült szereznem, és ugyanúgy a lomtrágyázásra, és ez a komplex. Egy nagyon jó árat sikerült szereznem. Itten számlát adunk minden. Aki eljön érte, biztos valamit rá fog tenni, vagy nem tudom, az utat, azt nem lehet ingyen kérni senkitől. Aki össze akar fogni, én be tudom szerezni. Most hiába kértek itt árat, ilyesmi, meg minden, nem lehet, nem tudom bemondani, de aki eljön érte, megkapja az árat és számlát. Itt nem úgy van, hogy én veszem 50 euróért mondjuk, és adom 70-ért, nem. Itt megvan szabva az ár, attól függ. 30 zsák a minimum, egy palett, hogy hívjátok, egy raklappal, onnan fölfele, már aki 2 vagy 3, az ottan még lehet csiszolni a gyárból, az árából. Elnézést. Nekem ezt mondták, én adom tovább. Aki eljön érte, már van egy úr, a László azt mondta, hogy ki jön érte. Azt, hogy mennyit tesz, vagy mennyit, én nem tudom, mert nem ingyen van, mert még Ukrajnában is bárhonnan megrendeljük, mondjuk legyen 2000 inja, az út, meg minden, 4500, tehát 2500-at rátesznek csak az útra. Ezt nem én tudom, én megtettem, amit tudtam, a többi az önök dolga. Ha összepótolnak, vagy minden jó, ha nem, nem, én bemutattam, mert ezzel én adósnak érzem magam ahhoz, mint ahogy a doktor úr mondja, hogyha mi a növényenkért minden nap kell tegyünk valamit azért, mert betegek, azért mik vagyunk a hibások, nem a növények. De még szerencsére, hogy van ez az út, én, a Tamás meg a Miklós utána jártunk. Ha önöknek esetleg megtetszik, jó, ha nem, nem, nem mi kellett volna, utána járjunk, felnyitsuk a szemünket, de minket érdekel, és utána jártunk. Ennyivel tartozunk, szerintem ez jó lesz. Én ki fogom itten próbálni, ha akarják, kamerát is teszek, 24-24-be, meglátják, én csak ezzel fogom kezelni, jó van, ott van a doktor úr, még van egy pár dolog, amit kell hozzátenni, de folyamatosan, lassan, mert én se bírom, van mikor éjjel, tanulok, fordítok minden, jó pár ember mellém állt, akinek nagyon köszönöm. Ennyit szerettem volna mondani, ez is megvan. Menjünk tovább. Rengeteget esett, gyerekek, már nem tudom, hogy mi lesz. Gumicsizmával lehet járni, árvíz, ilyesmi, de mindegy, jó lesz az. Menjünk tovább. Tehát, kell ide röggenyszem, vagy nem tudom, micsoda kell? Nem kell. Két-három mondatba elmondom, hogy szerintem melyik a legjobb termőrügy, aztán mindenki döntse, hogy mit akar, vagy mit nem akar. Mi a jó termőrügy? Itten látszik jól, tessék, jó, ez a vesző ilyen, mert én leégettem, jó, kéne, mikor nem kellett volna, de hát ez van. Nézzék meg, a hónajhajtás, nagyon-nagyon fontos a hónajhajtás. Itt van, itt volt egy hónajhajtás, ugye? Ezen nem, ezen csak bajusz volt,
ezen is bajusz. Itten volt egy hónajhajtás. Látszik? Így. Itten volt egy hónajhajtás. Ezen csak bajusz. Ezen is bajusz. És így tovább. De mit akarok ezzel mondani? Hogyha odafigyelünk, nézzék meg. Itten volt a hónajhajtás. Ugye? Tehát, elnézést. Itten volt a hónajhajtás. Tessék megnézni, ugye? Így, hogy fókuszál. Itten levágjuk. Ha így levágjuk, semmi gond nincsen. Nézzék meg, mennyi fás rész van itt. Milyen jól táplálja az itten a rügyet. A hónajhajtás. Azt mondták, hogy azok a veszők nem jók, amiken volt a hónajhajtás, és levágjuk. Miért olyan fontos az a hónajhajtás? Mert az mostanáig dolgozik, és itt van ez is. Tessék, nézzék meg, direkt így vágtam le, hogy látszódjon, hol van a hónajhajtás, ugye? Ez. Itten nézzék meg, mi fás rész van, itt van fönt a rügy, ugye? Ez. Táplálja. Ez minden energiát belenyomott a rügybe. Jövő termő rügyek. És úgy fogom metszeni, úgy fogom csinálni, hogy odajusson az utolsó. Tehát ezek a termőrügyek, ahol volt hónajhajtás, ahol nem volt, tessék megnézni itten, ez. Itten csak bajusz volt. Így, nézzék meg milyen kicsi. Ez a terület, ahol kapná a rügy, a kakót. Értik? Tehát itten nézzék milyen nagy, és mostanig ez dolgozott. Azért jó egy-két levélre lecsípni. Mindig. Hogy legyen neki friss levél, hogy mostanáig még le nem hullanak a levelek, vagy mi le nem szedtük éréskor, tudja rendesen táplálni. Azért nem kell időnap előtt leszedni a leveleket, pláne a hónajhajtásról, még ott is, ahol fürt van, esetleg ottan le lehet szedni belőle, már érés előtt, de hogyha rövid csapra metszünk, mert tudják már úgy nagyjából a második rügy körül jön ki a fürt, az már nem táplálja nekünk rendesen ezt a rügyet, és esetleg ezen mondjuk lehet csak nem is lesz virág, csak sima hajtás lesz, de ezután nagyon jól utána fogunk járni, mert én fogok rövid csapot, hosszú csapot, közepest, mindenfélét, és szépen megnézzük, melyik rügy, melyik fajta, hogy terem. És igaz-e ez, hogy ahol van a kis hónajhajtás, nézzék meg, mennyi kis fás rész van itten, szépen tudja nyomni a kakaót. Látják, amit a múltkor mondtam? Tessék megnézni, ide teszem. Most ide teszem a kis kamerát. Így. Látják, még hogyha itt vágjuk el. Látják ezt a fás részt? Itt. Ez be van zárva. Itt nem megy tovább a kórokozó. Itt üres. Látszik, hogy üres. Itten belemegy minden. Mindenféle. Lepke, minden. Atkák. De ha mik megfogjuk, és így, milyen szépen látszik. Így vágjuk el. Látjuk? Tessék. Így. Ezt csak így megfigyeljük. Akkor ott marad ez a fás rész, itt a jobb oldal, jobban látszik, tessék, és itten, tiszta fás itt, nem megy tovább, nem mennek a baktériumok, nem megy semmi tovább. Akkor a levegőbe beszélek,
vagy így van. Látják? Ezt nem mindet én találom ki, mondják. Hál' Istennek most már a doktor is nagyon sok dolgot el fog mondani, és jó lesz. Tessék itt is megnézni, ha én itt vágom el, itt. Látják? Csak jól el kell menni most. Akkor nézzék meg, milyen fás marad itt, nem marad a közep. Tessék, nem marad az a lik a közepén. Viszont, hogyha így vágom el, itt a közepén, ott van benne, és látják, oda be tudnak mászni. Ennyi. Van valami logika benne, vagy nincs? Kell ide röggenszem? Kell ide, mit tudom én mi? Nem kell ide semmi. Csak meg kell fogni. Egy ilyen kis rügyet ketté kell vágni, és meg kell nézni. Ennyi. Szerintem. Nem mindegy, hol vágjuk el. Az sem mindegy. Ennyi. Jó van. Ezt szerettem volna elmondani, és aztán már okosabb is vagyok. Annyival, hogy ennek kifolyólag már tudom, hogy oltáshoz is milyen rügyet fogok használni, ugye? Hogy az még csináljon is esetleg nekem egy gyümölcsöt, mert tavasszal aztán elkezdjük. Annyit fogunk oltani, még mindenki fog tudni oltani. Emlékeztek a tavasszal, amit mondtam? Mindenki tud oltani. Mondta, ez hülye. Mindenki tud, csak gyakorolni kell. Oltani, szemezni. Csinálni kell. Napról napra. Tehát azt is fogjuk tudni, hogy melyikek a jó veszők, hol kell elvágni, és melyikek lesznek jók oltani. Mert az sem mindegy, ha az elejéből veszük, vagy a végéből, de ezeket lassan együtt megtanuljuk. Jól van. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte a kis videót. Elnézést itt ezekért a kezdeten, hogy mondom, aki akar, mondtam, segít, aki nem, az is jó. Mindenkinek amúgy megpróbálok válaszolni. Itten élőben be fogom mutatni az egész technológiát, megmondta a doktor úr, elmagyarázza. Én azt mondom, ha tetszett a kis videó, iratkozzanak fel a csatornámra, elő is lehet fizetni, nem tudom mennyi ottan, kevés, de mindegy. Úgy is kiírja, mielőtt feliratkoztok, csatlakoztok, kiírja, hogy mennyi, nem tudom, ez még kevesebb, nem tudom mennyi, mert itten mindegyik országban más az ár, de mielőtt rákattintanátok, kiírja, hogy mennyi. Ennyi. Ha érdekelt a kis videó, ott van a kis csoportunk is, a Csemegeszőlősuli, és ottan meg tudunk beszélni mindent. Mondtam, az abominnal én megtettem, amit tudtam, a gyárból vesszük egyenest, itt senki, nincsen semmi, fel lehet mutatni számlát. Ha kértek, dobjátok össze, ott lesz az úr, majd feltesszük a csoportra, aki vállalta, nagyon szépen köszönjük neki. Ki jön érte? A többit. Ő tudja, hogy mennyire adja. Jól van. Legyünk figyelmesek, tartsuk nyitva a szemünket. Azt mondom. Józan parasztész. Viszlát!